Köszöntöm nézőinket, ez a Bonyhádi Napló. Székely Portát, Kápolnát és a bukovinai székely falvak emlékét őrző emlékhelyet avattak Kismányokon. A ház jelképe annak, hogy a népcsoport megtalálta igazi hazáját, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az avató ünnepségen. Az ötletadó Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke reményei szerint ez az avatás csak a kezdete a Porta életének és fejlődésének. Talán alig akad olyan bukovinai székely család Tolnában, aki nem képviseltette magát valamilyen módon Kismányokon a Székely Porta felavatásán. Illés Tibort a népcsoport országos szervezetének elnöke fejében fogant meg a gondolat, hogy létre kell hozni Bonyhádon vagy környékén egy olyan helyet, mely jelképezi a bukovinai székelység történetét, és jelképévé válhat a végleges hazatalálás gondolatának is. Így épült meg a Porta, mely magába foglal egy kápolnát, a bukovinai falvakra emlékeztető kertecskét, mely a települések neveit őrzi egy kereszttel, ahová az emlékezés virágait is le lehet tenni egy halottak napján, és egy hagyományos székelyházat, mely az ősök építőművészetét és mindennapi tárgyait mutatja meg a kíváncsiskodóknak. Jóisten áldása szenteltesse meg ezt a harangot az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez a harang került a kispanyoki Székely Porta kápolnájának tornyába. A kis harang sokáig várta, hogy egyszer temploma legyen, de ahogy Illés Tibor fogalmazott, ez adta meg a kezdőlökést a Porta kialakításához. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, ez a hely a legjobb példa arra, hogyha van egy közös cél és akarat, akkor az minden nehézség ellenére megvalósul. Olyan rendezvényeket kell szervezni, olyan célokat kell megfogalmazni, amely céloknak van értelme, amely célok mellé van értelme odaállni, és ha ilyeneket találunk, akkor mindenki mellénk fog állni, mindenki támogatni fog bennünket, mert ezek a célok közös célok, és ezeket a célokat közösen valósítjuk meg. Azon fáradozunk, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével nem csak a nemzetnek, hanem az egyetemes Európának és a keresztény ügynek is szolgálhassunk. Több éve fogalmazódott meg az ötlet, a gondolat. Kellett egy olyan ember, ez Illés Tibor volt, aki ezt megfogalmazta, és egy nappal át éve dolgozott érte, és így lett pénz is, lett munkaerő, lett segítség, és alig egy év alatt, fél év alatt fel is épült a ház, úgyhogy örülök annak, hogy ez megvalósult. Még egy bizonyítéka annak, hogy a bukovinai székelység meg akarja őrizni identitását, hagyományait, és ragaszkodik ahhoz a magyar kultúrához, amelyet kint Bukovinában is megőrzött, és most már 77 éve őriz itt Magyarországot. Lehet egy jelkép is, annak a jelképe, hogy közös összefogással mit lehet teremteni, és bár a házainkat otthagytuk, templomainkat otthagytuk, településeinket, ahogy a halottainkat is otthagytuk Bukovinába, 77 év alatt Magyarországon megkapaszkodtunk, mindazt az ősi kultúrát nyilván a megváltozott viszonyok között megőriztük, és remélhetőleg tovább is tudjuk adni. Az egykori falvak ma élő idős lakói emlékeztek meg lakhelyük keresztjeinek megkoszorúzásával a székely falvakról. Ezt teszettük a házacskákot, de egy nap csak bémulja a rádió, hogy a székelyek meneküljenek, mert jönnek vissza a szerbek. Az eszünk ki volt rekedve.
egy-egy tehánkötelit egy nagyobb gyermek kezibe adtuk, sok szekerre felhántuk az öregeket, segyegy a gyermekeket egy donyhára, s futtunk Magyarország felé. Mire idáig érkeztünk, mi annyit szenvedtünk, hogy reánk hullott még a Jézus véres. Méges, hála legyen a jó Istennek, hogy imá itthon vagyunk, s imá magyarok vagyunk. Kukadoz Ália mesélte el a bukovinai vándorlás és szenvedés történetét. Andrásfalvi Bertalan néprajzkutató a bukovinai székelyek hazaszeretetéről mesélt. Mindenhol, ahol temetés vagy valami összejövetel volt, fölolvasták, elmondták a hazához kapcsolódó történeteket, adatokat róluk. Ez a hely itt a szeretetnek az eszköze. A szeretet az nem érzelem, kérem, az egy parancs. Ha a szeretetet nem mutatom ki, akkor az nem is létezik. Ha az anya csak szereti a gyereket, de nem öleli, akkor abból nem épül föl a gyermek. Ha hazát szeretem, de nem hozok érte semmit, ha nem tanulom meg a hagyományait, a művészeteket, amivel a szeretetet másokkal és a hazával szemben is ki tudom mutatni, akkor nincs haza szeretetem. És ez a ház hiába fog itt állni, ha nem töltjük meg ezzel az akarattal, ami hagyománya volt a bukovinai székelyeknek, hogy a hazaszeretet mindenek fölött áll, hogy hazaszeretet szükséglet, amikül betegek leszünk. Az ötletgazda Illés Tibor azt mondta, a jelen állapot csak a kezdet. A porta alkalmat ad további fejlesztésekre, így kézműves udvar, szállás lehetőségek és étkező is épül rövidesen a porta környékére. Miért is volt, miért is kellett építeni egy ilyen házat, Bukovina jelenleggel épült házat? Ugye aki kint van, az kint kiment Bukovinába, tapasztalhatta, hogy hát kopnak a házak, hiszen 77 éve, hogy eljöttek a székelyek, és hát lassan nem lesz, amit megmutassunk az unokáinknak. Hát így jött az alapötlet, illetve volt egy másik is, amit szomorúan sokan tapasztaltunk, hogy hát sokszor ugye más házába kellett költöznünk, ugye akár, ahogy hallottuk, Bácskába, akár itt, ugye a kitelepített németek házába, és már meg is kérdőjelezték, vajon volt-e nekünk házunk. Hát én bátran mondhatom, hogy volt, nem is akármilyen. Tehát a bukovinai kultúra részét képezi az építészet, úgy gondolom, hogy be kell mutatni, át kell adni, és tovább kell a fiataink számára bemutatni. Itt is szeretnénk azért folytatni, hiszen portát neveztünk meg. Ugye itt van most egy kápolna, illetve egy tájház. És hát a bukovinai székelyeknél ugye az életje így nevezték, hiszen ez hozzátartozott állat, ugyanígy nem lesz, de az is hozzátartozott, az ekétől kezdve a borona, tehát minden. Na most mi is ezt szeretnénk tulajdonképpen megvalósítani valamilyen szinten, hogy ezt a fajta milliót, tehát ezt az életet megvalósítani, és hát természetesen az észszerűség, tehát az, hogy ki is legyen használva, hiszen ez nem úgy, hogy itt lakunk, hanem úgy, hogy melléje még építve, és akkor a kézműves műhely például már jövőre már azt szeretnénk, hogy a nyári tábort ugye a fiatalok részére. Itt van lehetőség az ebédre, tehát úgymond az ebédlő is van, vannak szállások kialakítva, amit rendbe kell rakni. Tehát Kálvária lelki úton úgy néprajzi szempontból is úgy gondolom adott a lehetőség arra, hogy és kötelez minket az, hogy mindenképpen tovább fejlesztve be tudjuk mutatni a bukovinai székelyek életét, ahogy Bukovinában volt. Szűcs László Mádéfalva alpolgármestere ajándékkal kedveskedett, gazdagítva a ház népművészeti gyűjteményét. Azt emelte ki, közös történelmi zarándoklat volt az avatás. A történelmi és nemzetiségi szálakat nem szakíthatja el sem földrajzi határok, sem az idő. Mádéfalva képviselőjeként a múltat, az emlékeket hoztuk magunkkal is kis székely közösségeitekben, hiszen tudjuk, hogy Mádéfalva számotokra is, bukovinai székelyek számára is szülőföldet jelent. Ez a név ma is ott él a ti szüleitek, nagyszüleitek emlékezetében, dalaitokban, meseitekben, amelyeket sok éven át megőriztetek. Az itt felépített és a mai napon megáldott székelyporta is azt bizonyítja, hogy ragaszkodtok őseitek életformájához,
a menekülés, kitelepítés ellenére is őrzitek hagyományaitokat, melyek segítenek abban, hogy otthonnál varázsoljátok, otthonotoknak érezzétek a mások által számotokra kijelölt életteret. Simon László polgármester azt emelte ki, néhány hete átadott Schwab-ház mellé most megépült a székelyporta, mely jelzi a településen a nehézségek ellenére együtt tud élni egymás értékeinek tiszteletben tartásával több népcsoport. A két ház pedig szolgálja majd a falu fejlődését is. Hatalmas esemény egy Kismányokon, hiszen közelebb 3 héttel ezelőtt avattuk fel a német tájházat, és ugye most itt állunk a Nagy Boldogasszony templom mellett, ahol egy székelyportát avatunk, ugye a Székely Szövetség jó voltából. Azt gondolom, ez óriási jelentőségű Kismányokon, de nem csak Kismányokon én azt gondolom, hanem az egész országban, ismereteim szerint nincs ilyen tájházszerű épület, mint amit Kismányokon most épült. Ez a székelyporta, a német tájház ugye mindenféleképpen szerintem az együttélésnek a lehetőségét jelenti, és abban bízom, hogy ezzel a két épülettel, beleértve a többi látványosságot is, talán be tudunk kapcsolódni a turisztikának a forgalmába itt Magyarországon. Az 1849. október 6-án kivégzett 13 magyar honvédtisztnek a szabadságharcban játszott szerepük miatt kellett meghalniuk. Bonyhádon a Percelek városában különösen nagy becsben tartják ezt a napot, amikor is minden évben fáklyás sétafutással vonulnak az emlékezők a Kálvária dombra. A Percel sírnál idén is koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak nemzeti gyásznapunkon. Hozzatok dalt emlékül a hajdan, Loms virággal gazdag tájérul, zengjétek meg a jövőt, ha majdane kopár föld újra felvirul. Bonyhádon a Percel sírnál emlékeznek minden évben az 1849. október 6-án kivégzett 13 magyar honvédtisztre, akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es eseményekben játszott szerepük miatt végeztek ki az osztrák hatóságok. A magyar nemzethez való tartozásunk számunkra, azaz magyarnak lenni, nem pusztán csak nyelv, kultúra és történetiség kérdése. I. és Gyula szerint magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga. Az elmúlt 1000 év érzivatoros történetünkben számos olyan hősünk létezik a mai kor ember számára példaként, de közülük is kiamagasló az aradi 13. Főleg azért, mert a mai modern nemzet, nemzeti öntudat, identitástudat, az már egy új francia forradalom utáni polgári gondolkodásmódnak az identitástudata. Tehát egy társadalmi, illetve nemzetiségi hovatartozásokon átívelő, összetartó tudat, és ezért kiemelkedő az ő vértanúságuk, hiszen a 13 aradi vértanúból csak nem 10 nem magyar szót hallottak meg először életükben, valamiféle idegen anyanyelvű polgárként születtek ebbe a hazába, vagy kerültek ebbe a hazába, házasság révén többek a vértanúk közül, de mégis az a vállalás, az a magatartás, az a felelősség, ahogy ezért a nemzetért harcoltak, és a legvégén, ahogy kiálltak, azt hiszem valóban nagyon magasra tette a mércét a jövendő utókornak, és én történészként, illetve történelmi tanárként is merem azt állítani, ha ez a vállalás így a szabadságharc után nincs, ami úgy gondolom, hogy a magyar identitástudatnak az egyik alapillére, a szabadságharcunk 48-as, akkor ez a nemzet ez már nem létezne. Azt a vérzivatalos 20. századot, amit átéltünk, nem hiszem, hogy túlélte volna, hogyha nem lettek volna olyan nemzeti hősei, vértanúi példái, mint például az aradi 13. A mai megemlékezésnek Bonyhád Városi Önkormányzat a főszervezője. Mi a idézetet hobbinkkal, ami kicsit több, mint egy átlagos hobbi, segítjük a város rendezvényeit, hiszen Percel város a Bonyhád,
és a kék egyenruhákba percelik nemzetőr hagyományait elevenítjük meg a mai kor emberének. A Percel Miklós Nemzetőr Bandérium Hagyományőrző Egyesület a viseleteken túl korhű fegyverektől, alaki szabályzatoktól kezdve a nemzetőrség történetiségével bezárólag mutatja be minél autentikusabban, nem csak Bonyhádon és Tolna megyében, hanem az egész országban a 19. századi nemzetőrség működését. A műsor végén sokak mellett Filóné Ferenc Ibolya polgármester és Szabó Tibor alpolgármester is emlékszalagot helyezett el Percel Mór, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábornoka síremlékénél. Bartók Béla gyűjtő útjainak nyomába eredt fényképező gépével Mózer Zoltán a bonyhádi származású fotóművész. A képekből kiállítás nyílt a Vörösmarty Művelődési Ház kiállító termében. ...1981-ben a Zenetudományi Intézet felkérésére indult Mózer Zoltán fotóművész Bartók gyűjtő útjainak nyomába. A 100 éves évfordulóra készült kiadványképei kerültek most a bonyhádi kiállítás anyagába. Még az is fölmerült bennem, hogy hát ha találok olyan énekest, aki, ami egy abszurd, hogy 70 évvel ezelőtt énekelt, és azért mondom abszurd, mert teljesen véletlen 4 énekest is találtam, aki kisgyerekkorában énekelt Bartóknak. Na most ebben ugye 81-ben vagyunk, vagy előtte vagyunk egy évvel, itt voltak határok, és a határon a Magnóra meg a fényképezőgépre nagyon-nagyon haragudtak. Másrészt meg ugye Bartók nem csak magyar népzenét gyűjtött szembe Kodállyal, hanem ő a lexikonok szerint és a legjelentősebb szlovák és román gyűjtő is, és akkor el kellett mennem azokra a helyekre, és hát ott lehet csak valamit csinálni, ha tudod azt a nyelvet, vagy viszel valakit. Hát Marmarosba például, ahol Bartók egy hét alatt annyit gyűjtött, mint máshol 10 év alatt, ott neki egy pap segített, és hát milyen szerencsénk, hogy nekem is volt egy ortodox pap barátom, és azzal mentünk, az egyszerű ember a papot azt úgy tiszteli, mint a jó Isten, és olyan helyen laktam, ami körülbelül 200 évvel ezelőtt, tehát mintha megállt volna az idő. Szerencsére kiadták Bartóknak a családi levelezését több mint 1000 oldalon két kötetbe, és hát ha Bartókot mint embert meg akarod ismerni, akkor nem a zenéjén keresztül, tehát ő titkolta magát, tehát valami Petőfi és a költészete egy és ugyanaz Bartók, mintha két különböző ember lenne, ugyanis édesanyja bevezettett, ami nekünk is kellett gyerekkorunkban hetente írni beszámolót, már gyerekkorából. És ebből kibontakozott valami, de ami nagy ötlet volt, és még egyszer mondom, hirtelen jött, magától jött, nem is tudom, hogy azokon a helyeken itt levelei tettem be idézetként, ahol ő járt, és ahol én is 80 évek később jártam. Én könyvbe gondolkodtam, és a könyv az két oldalból áll, tehát akkor mindig két oldalt próbáltam összerakni. Hát nézd, ezt én szeretem a könyveimet kiállítás, amit egy zeneműhöz hasonlítani, van eleje, közepe és vége, ugye? Na most hát mindenki ismeri, amikor dolgozat kellett írni, és ki hogy kezdett, hogy egy A betűvel kell kezdeni. Semmiféle elképzelésem nem volt, tehát egy csomó képet kinagyítottam, teleraktam a szobát, és egyszer csak
összeálltak mind a hangjegyek. Ambrus Katalint én véletlenül fényképeztem, nem is tudtam, hogy kicsoda, és amikor évekkel később mentem autóval Sárvására, Körösfő mellett van, akkor gyógyszert küldtek, és akkor ott tudtam meg, hogy ki ő. És akkor tizenvalahány éves korában ők énekelték a körösvői részek alatt, mert ott lakott akkor, és hát ami olyan szép volt, hogy ha már ott vagyok, akkor kikísértek a temetőbe, és példát vettem tőlük, megmutatták, hol lesz a sírjuk. Ez a Csóri gondolatára épül, ő mesélt először arról, hogy ezek a nadrágos emberek egyszerre voltak otthon Európában, és egyszerre voltak otthon a legeldugottabb faluba is. Szóval, és itt egy levélrészlet, hogy most Velencében vagyok, akik voltak Velencében, azok tudok, igen, a csillogás, villogás, mifene, és nem múlik el egy hét, gyalog járja csizmába, esőbe a bihari tájakat, és gyűjt román népzenét. A kiállítás és a könyv végére egy bocskoros embert tettem, aki megy valahová, mert mindannyian megyünk egyszer valahová, és hát mellett az idézet, ami ha olvasom, megkönnyez, hogy mennyi szépet tudtam volna még véghez vinni, a világ esztelensége, a világháború nem jön közbe, és véget vett. Másik, ez fordított is igaz. Ugye, mi lett volna, nem indulnak el 905-be, és az alatt a 19-ig akkor anyagot gyűjtöttek, mint azóta szinte senki. Ennyi fért mostani műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb is, kollégáim és magam nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!